Te megvennél egy törött autót? Erre keressük most a választ. Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Mindenki retteg a korábban sérült autóktól, de biztos, hogy probléma az, főleg egy idősebb autó esetében, hogyha sérült volt. Vannak esetek, amikor igen, de nem kell mindig félni tőle. Először is fontos tisztázni, hogy milyen korú autót keresel. Nyilván egy egyéves autónál, ami azért komoly értéket képvisel, az igen jelentős probléma, hogyha korábban sérült, és főleg akkor, hogyha ezt nem mondják el neked a vásárlás során. De nyilván nem ugyanúgy igaz ez egy 15-20 éves autóra, amitől azért elég badarság lenne elvárni azt, hogy ennyi idő alatt soha ne sérüljön valamilyen mértékben. Úgyhogy ha 1-2 millió forintod van autóra, és egy vizsgálat során kiderül, hogy egy sárvédő, meg egy lökhárító, meg egy gépháztető le volt fényezve, azért attól nem kell rögtön ledobni a láncot, ha jó minőségben javították, meg lehet vásárolni. Azonban vannak komolyabb sérülések is, amikor a bolgár kamion legyalulja mondjuk a kocsi elejét, na az már egy idősebb autónál is lehet probléma, egyrészt műszaki probléma, másrészt balesetveszély forrás. Akkor van komolyabb gond, hogyha már esetleg vágták magát a vászszerkezetet, a karosszériát, rosszabb esetben a padlólemezt, illetve valamelyik nagyobb nyúlványt. Ez több okból is gond lehet. Egyrészt negatívan befolyásolhatja a karosszéria merevségét, mondjuk egy baleset során, másrészt pedig gondoljatok bele, mi történik akkor, hogyha például itt elvágnak egy oszlopot, és csak pár pöttyel összehegeztik, és újra belétek jönnek, és az a pár pöttyöt elenged, és mondjuk levágja a fél fejeteket. Azért ez mindenkinek azt gondolom kellemetlen lehet. Tehát nagyon-nagyon fontos egy autóvizsgálat során megállapítani, hogy milyen mértékben sérült egy autó. Tehát nem kell rögtön elrohanni és félni egy autó korábbi sérülésétől, hanem a sérülés mértékét kell szakszerűen megállapítani. Egyébként nekünk ez a dolgunk többek között. Ne elégedjetek meg azzal, hogy a vásárlóhoz egy festékrétegmérőt körbeszalad az autón, és megmutogatja, hogy nézd meg, akár gyári a fényezés. Ugyanis egy jó fényező, jó minőségű munkát végezve simán fúj gyári értékeket, főleg fiatal autóknál nem ritkán találkozunk azzal, hogy akár ketté volt vágva a karosszéria, kívülről mégis gyári értékeket mérünk, a gyárilag közeli értékeket mérünk. A másik dolog pedig maga a festékréteg vastagság. Elterjedt egy ilyen gondolat, főleg a márka kereskedőktől, hogy 200 mikron alatt gyári a fényezés, ami egy marhaság. Egy japán autó fényezése, főleg ha mondjuk fehér, akár lehet 60-70 mikron is, illetve van olyan például Ford gyöngyházmetál gyári fényezés, ami gyárilag 350 mikron. Úgyhogy óriási mikron eltérések lehetnek, nyilván a vizsgálónak ezt is tudnia kell, hogy mi az, ami gyári, mi az, ami nem gyári. Nem elég megmérni a festékréteg vastagságot, mindig vannak árulkodó nyomok, kiragasztások, stb., amiből meg lehet állapítani, hogy egy fényezés gyári vagy nem gyári. Ilyenkor minden esetben ellenőrizni kell a ponthegesztéseket például, a hézagokat és a különböző területeket, amiket egyébként mi át kell, hogy nézzünk. Tehát ez egy nagyon komoly szaktudást igénylő művelet, nem elég csak körbe rohanni az autón egy festékréteg mérővel, ne egyétek meg ezt a boxot, hogyha ilyennel találkoztok, hanem hívjatok minket az autóvizsgálat.hu-t, mi nagy biztonsággal meg fogjuk állapítani, hogy volt-e sérülve az autó, ha volt, milyen mértékben, illetve arról is tanácsot fogunk adni, hogy érdemes-e így megvásárolni az autót, avagy nem. Autóvásárlásra fel, köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok és osszátok meg a videóinkat, hogyha tetszett. Sziasztok!